Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Mi jut eszedbe először, ha azt mondom, hogy Ausztrália? Hát a második hazám. Második otthonom, mondhatom ezt. A világnak lejárva azt kell mondanom, hogy gyerekkorom nagy álma volt, hogy egyszer majd eljuthassak a gyönyörű földrészre, ami egyben az ország is. És ezt megtehettem először, és nagyon féltem is tőle egyébként, hogy a rózsaszín álmaim esetleg szürke köddé válnak, de szerencsére nem. Hogyan valósulhatott meg az álom? Kölcsönből. Kölcsön kértem pénzt, meg volt valami kis félrakott pénzem. Sosem felejtem el, volt akkor még a nagy Szovjetunió, még Moszkvában vettem egy AirTag típusú orosz, bocsánat, szovjet hátizsákot, volt nálam egy Cremona típusú csehszlovák gitár, volt 1018 ausztrál dollárom kölcsön, volt egy KLM holland légitársaságos repülőjegyem, és minden kölcsön kértem, ami tudtam ahhoz, hogy szükségem lesz majd ott Ausztráliában. Amikor kikerül az ember Ausztráliába, akkor szerettem volna elhelyezkedni rögtön munkahelyel. És hát ugye egyszerű és normális dolog az, hogy elkezdtem telefonálgatni, újságokat vettem, és láttam a hirdetéseket, és oda volt írva, a Singer Wanted. Na, mondom, ez az én szakmám, énekes keresnek. Fölhívtam a számot, és körülbelül 15-20 percen keresztül mondtam magamról, hogy igen, Magyarországról jöttem, énekes vagyok, zenét szerzek, van már kis lemezem, egy nagy lemezem, akkor ugye a névtelen úrra nevű zenekarról beszélünk, és hát is szeretnék dolgozni. Nagyon csendben, nagyon aranyosan végighallgatta a túloldalon a telefon, és csodálkoztam is, hogy nincsen igazából kereszt kérdése, és a legvégén annyit kérdezett, hogy ez oké, mindent ért, csak ezt miért is mondtam el neki? Hát mondom, a hirdetésre jelentkeztem. Hát azt mondja, ez varrógép. Ő varrógépet keres. Ja, és akkor ugrott be, hogy a Singer ugyanúgy írják. Magyarországon másképp, de ugye ott igen. Így innentől kezdve jót mosolyogtam, jót röhögtünk közösen, aztán letettük a telefont. Engem nem csak a nagyvárosok érdekelnek, az érdekel a legkevésbé, hanem inkább maga igazából a belső Ausztrália. Mindenfajta természeti jelenséggel ott van. Tehát ásványkincsben a világ egyik leggazdagabb országa. Hogy olyan kuriózumok vannak, ami egyedivé teszi ténylegesen. Majd, hogy nem több állatklinika és kórház van Ausztráliában, mint humán. Tehát azért ebbe belegondolunk, hogy ők borzasztóan úgy tanítják már a gyerekeket, borzasztóan egy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az állatokat szeretni kell. Tehát a bogarakat simogatják az óvodában. Amikor a Nalábor sivatagot átszeltem többször életemben, saját kocsival, meg először busszal, amikor először voltam kint, a 114 kilométeres szakasz nyílegyenes mértönülök is a sivatagon, és a buszsofőr, akkor még VHS volt a buszokon, nem DVD, meg ilyenek, és a buszsofőr egyszerűen fölállt, kicserélte a kazettát, közben ment a busz rajta, a színültig teltház, kicserélte a kazettát, és visszaült a helyére. Mindenki, európaiak ugye a buszon általában, ugye, mindenki lefagyva, hogy Jézus, én nincs sofőr. Ő rátette a tempomatra, hát mondom neki, nem csak én, mindenki kérdezte, állj, hát azt mondja, uram, hát, és hogyha rámegyünk egy kavicsra, hogy azt mondja, hát, mi van? Itt nincs járok, és tényleg igaz. Tehát ugye lemegyünk az útról, vörös földön megyünk tovább, de nagy baj nincs. És fél év, amit kint töltöttél, milyen hatása volt a zenédre? Hát a második CD-met, mikor 94-ben, ugye ezt egy életen át kell játszanival, mint szólista megjelentem a magyar könyvzenében, akkor a második lemezemmel akkor nagyon úgy gondoltam, hogy szeretném megmutatni Magyarországnak, hogy milyen hatások értek, mi zenei hatások. Igazából az fogott meg az őslakosok didzseridúja, és azoknak a meditatív üzenete, ugye ők szellemi gondolkozásúak, tehát ők nem tudják mi az, hogy
nem tudják mi az, hogy materialista gondolkodás, vagy anyagi gondolkodás, mindent szellemiséghez kötnek és szellemekhez kötnek. Hát összesen 20-szor, tehát magyarul 40-szer repültem oda vagy vissza. 99 országban jártam eddig, most lesz egy jubiláns. Januárban tervezem 100. országként, Kolumbiát néztem ki, de 100%, hogy 2 éven belül vissza kell menni. Oh, my God.